December 10-én szombaton 9 és 13 óra között szemészeti, hallásvizsgálati, ortopédiai és lisztérzékenységi szűrésre várják a gyermekeket az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetébe. A lisztérzékenység a leggyakoribb felszívódási zavar, amelyről a köztudatban az áll, hogy csupán gyermekbetegség. Ez viszont tévedés. Tünetei a haspuffadás, krónikus hasmenés és súlyfejlődésbeli elmaradás. A probléma nem ezekkel az esetekkel van, hiszen ez könnyű felismerni, hanem azokkal, aki csak lappangó tüneteket ad, és ilyen általános tüneteket, mint krónikus vashiány, általános fáradékonyság, felnő a gyerek úgy, hogy nem ismerik fel ezt a betegséget, és esetleg ha fiú, akkor például fogamzó képességi zavara van, a lányoknál nem jön meg a menstruáció. Ha későbbi életkorban pedig például tud csontritkulást csinálni, és ami a legveszélyesebb, a fel nem ismert lisztérzékenyek körében az emésztőszervi daganatos betegségeknek az esélye a normál populációhoz képest 30-szoros. A szűrés egy újbegyből vett néhány csepp vérvizsgálatával történik, így a gyermekek gyakorlatilag fájdalommentesen vehetnek részt ezen a vizsgálaton is, melyet dr. Rosta Ildikó főorvosnő és munkatársai végeznek. A mozgásszervi betegségek nagy része vele született vagy gyermekkorban alakul ki, így korai felismerésük nagyon fontos. Lúdtalppal és gerincferdüléssel is bátran lehet fordulni dr. Benyovszky György főorvoshoz. Minél gyorsabban meg tudjuk diagnosztizálni és megkezdeni a kezelés, annál gyorsabban és jobban a gyerek gyógyult. Gyermekkorban gyakoriak a hallási panaszok, éppen ezért már az újszülötteknél is elvégzik ezeket a vizsgálatokat. És azért nagyon fontos minél hamarabb megcsinálni a vizsgálatot, mert ha nem lépünk időbe ezeknek a gyerekeknek, akik például hallás kiszűrik, hogy valami halláspanaszuk van újszülött korban, azoknak fél éves korban már hallókészülőket kell adni, hogy később lehessen ebbe a dologba tovább vizsgálódni. Azért is nagyon gyakori a gyerekkorban a fülorgégészeti betegség, illetve a halláspanasz, mert ugye a kisgyerek nem nagyon tudja kifújni az orrát. Emiatt az a váladék, ami pang az orgaratba, ez elmehet a füle fele. Most két lehetőség van, vagy középfülgyulladása van, amit észrevesz a szülő, vagy nem vesz észre. Ha úgy veszi észre, hogy a gyerek ordít, fáj a füle, elmennek fülészhez, ő vagy paracentálja, tehát kiengedi a genyet, vagy spontán perforálódik. De vannak olyan helyzetek is, és ez is nagyon gyakori, hogy amiatt, hogy ismétlen még egyszer, hogy nem tudja jól kifújni az orrát, ezért ott panga vál, és ez elmegy a füle fele. De panasz nem okoz neki. Ezek a ilyen kis taknyos gyerekek, hogy folyik a fülük, és ugye rosszul halónak. Most azért kell mindenképpen elvinni ilyenkor vizsgálatra, vagy figyelni kell, mert ez nem gennyes középfülgyulladás, hanem ilyen mukózus, tehát ilyen nyákos, savos középfülgyulladás. Ez pedig folyamatosan elpusztítja a halló csontokat és halláskárosodást okoz. A vizsgálata már jól ismert módon zajlik, egy süket szobában fejhallgatót helyeznek a gyermekekre, és egyszer az egyik, másszor pedig a másik fülébe különböző hangerővel sípolnak. Neki pedig csak jelezni kell, hogy hallja-e vagy sem. A szemészeten elsősorban a kancsalság és a rövidlátás kiszűrését helyezik a középpontba. Nagyon fontos a korai szűrés, ide tartozik a kancsalság, mert a kancsalító szemmel a gyermek nem lát egyformán. Tehát a kancsal állású szemmel nem lát olyan jól, mint a másik, tehát az egyenes állású szemével. És ezeknek a gyerekeknek a kiszűrése nagyon fontos, mert a gyengébb látású szemnek a látásra való megtanítása 6 éves korig lehetséges. 6 éves kor után az agy fejlődése egy olyan stádiumba kerül, amikor már nem képes a rosszabbul látó szemet megtanítani látni. Mindemellett életmód tanácsadással, testtömegindexméréssel, sőt kézműves foglalkozással is várják a gyermekeket. A vizsgálatok most is ingyenesek lesznek.